Több mint 20 éve 1994-ben adták át a tiszavasvári sportcsarnokot, amely azóta számtalan rendezvénynek adott otthont. Játszottak benne NB1-es, junior és főiskolai világbajnoki kézilabda meccseket, országos kispályás focitornákat, emellett gyakorlatilag minden teremsporták megfordult a létesítmény falai között. Az elmúlt két évtizedben az idő vasfoga nyomokat hagyott a csarnokon, éppen ezért szükségessé vált egy komolyabb felújítás. Mint egy 40 millió forintos ráfordítással valósulhatnak meg ezek a felújítási munkálatok. Az idei évben a tervezetekhez tartva magunkat el fogjuk tudni végezni a tető szerkezetnek a korszerűsítését. A korábbi időszakban nagyon sok problémánk adódott a beázásból, én bízom benne, hogy ezzel teljes mértékben meg tudjuk oldani ezt a problémát, de a világításnak a cseréjére, korszerűsítésére is sor kerül, a kiszolgáló helyiségeknek a felújítását is el tudja végezni az önkormányzatunk, valamint a kamerarendszer bővítése, illetve az eredményjelző táblának a cseréje is szerepelt ebben a pályázatban. A megújult sportcsarnokot a tervek szerint szeptember közepén adják majd át a sportolóknak és a diákoknak. Elsősorban a kézilabda szakosztályunk, illetve az utánpótlás szakosztályok azok, amelyek rendszeresen használják és sportolnak itt a városi sportcsarnokunkban, de a klikkel kötött szerződésünk alapján az egyik középiskolánknak a tornaórái is itt kerülnek megtartásra, de emellett minden olyan sportkedverőt, sportbarátot szeretettel várunk, akik sportolni szeretnének itt Tiszavasváriban. És ami még örömhír, hogy azért szinte egész évben olyan rangos teremkupákat, foci és kézilabda kupákat szoktak itt megszervezni, és szokott tiszavasvári helyszínt biztosítani, ami azért nem csak megye, hanem talán régió hírrel is járhat itt nálunk a településünkön. A polgármester elmondta, hogy a Tiszavasvári Sportegyesülettel közösen ismét pályázott TAUS támogatásra az önkormányzat, következő lépésben ugyanis a csarnok fűtésrendszerét és nyilászárait szeretnék korszerűsíteni.